Váci Mihály származás. Nem az jelöli a származást, rangot, hogy kikre büszke valaki, de az, hogy ő vele kik büszkélkednek, s kik szokták nevét féltve mondani. Én nem mások érdemével dicsekszem. Nem azzal kezdem, honnan származom, tenni szeretnék valamit először, hogy kitűnjön, kifogadhat fiának, kinek rokonságára van jogom. Szeretnék olyat tenni, ó, csak egyszer, miről meglelt fiára ismer sok egyszerű távoli rokonom, s még tettemet emlegetik, s komoly szavakkal nevezgetnek engem. Ők dicsekednek büszkén én helyettem. Közülünk származik. Félszívvel nem csinált semmit. Számára nem a külsőségek, hanem mindig a végtermék, a teljesítmény, az eredmény számított. Igazodási pont volt. Tiszta egyenes, a munkát szerető, eredeti, alapos, kritikus és önkritikus ember. Halála előtt 5 héttel az egészségért aggódók szeretetteljes kérdésére is azt válaszolta. Ha győz a vasas, akkor köszönöm, jól vagyok. Bennünk büszke 13. kerületi lakókban személyében egy embertípus is maradt meg, nem csak a stadion, amely az ő nevét viseli, és nem csak ez a szobor, amit ma itt átadunk a köznek, hanem az a példakép, aki Ilovszky Rudolf volt, igen, ő a példakép. Két embléma virint a Fáy utcai sporttelep főfrontján. A vasas címer és az Ilovszky név. Angyalföld hűséges és elhivatott kisemberére. Egyszer sírt nagyon nagy alakjának stadionja, és így már szobra is van. Labdarúgó pályafutása elején úgy írták a nevét, Ilovszky Illahó. Az emlékmű is bizonyítja, hogy alig, hanem az idők végezeteig nem lehet másként emlegetni, mint Ilovszky maradandó. Jó érzés volt hallgatni, már csak azért is, mert a szobrot több mint egy éve elkészítettem. Ez egy tavaly megvalósult munka, egy köztéri szoborpályázatról meghívtak, ott nyertem ugye el ennek a lehetőségét. És jó érzés volt, hogy fölelevenedtek azok a gondolatok, amelyek annak idején én is foglalkoztam vele, mint szobrász, amikor a szobrot készítettem. Azért néz ki így, mert így komponáltam meg. Azért néz ki így, mert ezt tartottam karakteresnek a Rudi bácsihoz. A fotóanyagom az elején viszonylag kevés volt, egy videófelvételt találtam a YouTube-on, amiről sokat tudtam meríteni, illetve az egyik vasas szurkolónak a komplet albuma elkerült az önkormányzathoz, amiből fotózhattam ki ilyen újságcikkekről, szóval rengeteg anyag, és ez segített nekem a hangulatba belehelyezkedni. Elégedett vagyok a szobrommal, még így egy év elteltével is, ami nagy dolog, mert az idő általában az embernek a önnön állapotát felülírja, és ez most nem történt meg. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jó szobor.